átadták, megújult a tévétorony kilátó kékestetőn. Gyöngyösváros szociális ügyért ünnepelt a szakma. Gumicsere, nagy rohamra számítanak a gumiszervizeknél. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! Megújult a tévétorony kilátó kékestetőn, az épület a mai kornak megfelelő modern belsőt kapott, és körpanorámás kávézó várja az ide látogató vendégeket. A beruházók célja, hogy minél több időt töltsenek el az ország legmagasabb pontján a turisták. Régi álom, hogy a mai kornak megfelelő legyen a tévétorony épülete, mondta a felújítást követő átadáson az üzemeltető cég ügyvezetője Bene Csaba. A 21. századnak nem volt megfelelő már a kialakítása, kinézete, állapota. Ezért elkezdtünk gondolkodni, hogy hogy lehetne elérni azt, hogy egy kicsit arculatot tudjunk váltani, funkciójában tudjunk bővíteni. És hosszas tárgyalás után az Antenne Hungária ZRT-vel sikerült megállapodni abban, hogy ezt a beruházást megvalósítjuk. A látogatóbarát helynek örült az Antenna Hungária ZRT is. A tornyok turisztikai hasznosítása mérföldkőnek számít a cég életében. A pécsi és a budapesti tévétorony után megújult a kékestetői is. Szerencsére a kékesi tévétornyunk már is hasonlókról be lehet számolni. Megújult a étterem, illetve a kilátó rész, illetve a nagy közönség számára nyitott részek, illetve kapott az épület is egy éjszakai világítást, aminek következtében elmondhatjuk, hogy itt a távolról éjszaka is látható, és mondhatni, hogy egy vizuálisan és ikonikus pontjává vált Magyarország legmagasabb pontján álló tornyunk. A cég több 10 milliós önerős beruházása során új burkolatot kapott a bejárat, modern ízlésvilág tükröződik a földszinten és a kávézóban is, ahol mosdókat is kialakítottak. Jövőre pedig új elemekkel bővül a játszótér, hangzott el az eseményen. Ez a felújítás első lépése kékestető teljes megújulásának, mondta a térségországgyűlési képviselője, aki sokat lobbizik a Mátra fejlesztéséért. Kékestető egy ikonikus hely, nekünk nagyon fontos, mi nagyon szeretjük, de hát az a helyzet, hogy az országban mindenki ismeri ezt a helyet, és minden magyar ember úgy gondolom, hogy ha életében adódik alkalom, akkor nem megy el a kékestető mellett, hanem személyesen is itt akar lenni. A több vendég ide csalogatása érdekében olyan turisztikai attrakciókat kell idehozni, hogy érdemes legyen visszatérni minden évszakban Kékesre. Révész Máriusz egy kabinos felvonó építéséről beszélt. Ennek egy nagyon fontos eleme lenne, hogy egy 4 évszakos felvonót építsünk ide, ami környezetvédelmi szempontból is lényeges, hiszen ebben az esetben mondjuk vissza lehetne szorítani az autóforgalmat, akik ide feljönnek a kékestetőre, és ez nyilvánvalóan környezetvédelmi szempontból kedvező lenne. A mátrai turizmus fellendítéséhez ez jelentősen hozzájárulna az elkövetkező években. Átadták a Gyöngyösváros szociális ügyért elismerést, melyet az idén Oroszné Balog Mónikának, az idősek bentlakásos otthona dolgozójának ítélt oda a testület. A civil szervezetek és magánszemélyek által alapított elfogadás díját dr. Nagy Éva háziorvos vehette át. Az ünnepségen elsőként Hisz György polgármester méltatta a szociális ágazatban dolgozókat, aki hangsúlyozta, a rohanó világban egyre inkább felértékelődik az ő munkájuk, törődésük, gondoskodásuk, odaadásuk és emberségük. Véleményem szerint nem sok olyan szakma, hivatás van, ahol ennyire nagy szükség van az empátiára, az odafigyelésre, a szeretetre, az alázatra, mint amilyen az önöké. Nem feltűnő, nincs rivaldafényben ez a munka, pedig ha nem lennének, azonnal érződni az óriási hiányuk. Egyre nagyobb szerepe lesz ennek a hivatásnak, hiszen sokaknak visszaadják a reményt, hogy van még segítőkészség és önzetlenség, tette hozzá. Az ünnepségen a hagyományokhoz hűen átadták a Városképviselő Testülete által alapított Gyöngyösváros Szociális Ügyéért díjat, melyet az idén Oroszné Balog Mónika, az idősek bentlakásos otthonának szakápolója vehetett át, aki már fiatalon elhatározta, hogy a szolgálatot választja élethivatásul. Kezdetet fogva mindig emberekkel akartam foglalkozni, már általános iskolás koromban is. Tulajdonképpen az motivált, hogy a nagymamám beteg volt,
és a gyerekei felváltva gondozták, ápolták. Volt, amikor mi is mentünk az unokatestvéremmel, és innen indult el tulajdonképpen az, hogy mi is akarok lenni. Az elfogadás díját az idén dr. Nagy Éva háziorvos kapta, aki a gyógyító munkáján túl számos karitatív tevékenységet is végez. Ami a gyógyításon túl van, az tulajdonképpen a fiamnak köszönhetem, aki Gyöngyösön először a értelmi fogyatékosok, most Hétszínvirág napközi otthonban kezdett zeneterápiával foglalkozni, majd az autistáknál, és akkor én őt kísérve, akár a műsoraira, akár később, amikor már sporttevékenységgel segítette az autista segítőközpontot, kísérve így csöppentem bele ebbe a világba. De különböző programok keretében a roma csoportok egészségügyi segítése, szűrése, tanácsadások, a hajléktalan szállón élők gyógyítása és segítése is fontos számára, mondta a kitüntetett. Folytatódnak a munkálatok a Szent Bertalan templomnál. Ma felhelyezték az új keresztet az északi toronysisakra. Emellett a déli toronyban továbbra is folynak a bádogos lift és egyéb szerelési munkálatok. A jövő év elején pedig helyére kerülhet a lift szerkezet is. Felkerült a Szent Bertalan templom tornyára az új kereszt, melyet a felhelyezés előtt Balogh Gyula plébános szentelt meg. Ennek elkészítésére azért volt szükség, hogy a 100 éves vékony keresztet korszerűbbre és masszívabbra cseréljék, ami megegyezik a templom többi részén található kereszt formavilágával. A kereszt, meg egyébként is a torony úgy van elkészítve, hogy van egy látszó külső rész, meg van mindig egy belső olyan tartó váz, amihez képest a külső rész ki van merevítve. Tehát ennek a munkának most legalább egy 120-150 évig kell felújítás nélkül működnie. A kereszt közel 130 kg súlyú, melynek részét képezi a rozsdamentes acéltartó szerkezet és a vörös rész burkolat. A külső felület pedig aranyfüstlemezekből készült. Emellett kihelyezték a villámhárítót is, mondta Leperjesi László, a Gyöngyösi Város Térségfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Az állvány ezen az északi tornyon a torony részen vissza lett bontva, a torony sisak részén, és még a sisak bádogos munkájának a befejezése történik majd az órapárkány körül, tehát ez az északi torony. Déli toronyban pedig hát télen is folynak a munkálatok, a liftszerelés, födémszerelés és a kilátó egyéb szerelési munkái. A szakember hozzátette, elkezdődtek a kivitelezési munkálatok a plébánia épületében is, ahol a toronyhoz tartozó kávézót alakítják ki. Nagy rohamra számítanak a gumiszervizeknél. Az előrejelzések szerint a hétvégén beköszönt a hideg idő, már egyre több felé vannak reggeli fagyok, a nappali átlag hőmérséklet 5-10 fok körül alakul. A szakemberek hangsúlyozzák, ideje a nyári gumit télire cserélni, valamint ilyenkor érdemes a jármű átfogó ellenőrzését kérni. Ez azonban költségesebb lehet, mint tavaly. A hírek szerint ugyanis áremelkedésre számíthatunk mind a gumiabroncsok, mind a szolgáltatások terén. Az elhúzódó meleg idő miatt sokan nem tudták, mikor érdemes lecserélni nyári gumijukat télire. A folyamatosan csökkenő hőmérséklet és a reggeli fagyok miatt már egyre többen jelentkeznek gumicserére. A nyári gumik időben való cseréje azért is fontos, mert nem ugyanazt a tapadást biztosítják a téli utakon, így nagyobb a baleset veszély. A téli guminál van egy olyan bizonyos mintamélység, amit 4 mm-nek mondunk, hogy az alatt már nem téli gumi a téli gumi, mert elveszíti a hóval kapaszkodó képességét. Erdész Gábor kiemelte, a gumik cseréje mellett átfogóan szokták ellenőrizni az autók állapotát is. Emellett hozzátette, mindenképp tanácsos szakemberre bízni a cserét, hiszen bizonyos hibák elkerülhetik az autósok figyelmét. Inkább az SUV abroncsok szegmensében jöttek be újabb dolgok a piacra. Különböző méretekből 4 évszakosak téli abroncsok, amik idáig nem voltak. A szolgáltatás árai emelkedtek, nálunk egy minimális áremelkedés volt. A gumiabroncsok ára emelkedett, én 5-10% közé tenném ezt. A szakember felhívta a figyelmet a téli gumiabroncs és a 4 évszakos közti különbségre is. A 4 évszakosat azoknak ajánlja, akik rövid távon ritkábban közlekednek autójukkal, még a télit a hosszú távú hegyvidéki közlekedésnél tanácsos használni. Mézes reggelivel várták a gyerekeket Gyöngyösön a Kálvária parti általános iskolában. Az országos szintű kezdeményezés célja az egészséges életmód népszerűsítése volt a gyerekek körében.
Mézes reggeli a Kávália parti általános iskola ebédlőjében. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület jóvoltából idén 846 helyszínen mintegy 150 ezer gyermek vehetett részt a programban. A kezdeményezők fontosnak tartják, hogy felhívják a diákok figyelmét a reggeli fontosságára, illetve az egészséges táplálkozásra. A méz nagyon hasznos, mert egyszerű cukrokat tartalmaz, ami annyit jelent, hogy a szervezet rögtön fel tudja szívni a szervezet a cukrokat, és ezzel rögtön energiához jut a fiatal szervezet. A kezdeményezésben a termelők a méhek fontosságára is kitértek. Legfőbb feladatuk a beporzás, ehető növényeink háromnegyede tőlük függ, mondta el Ludányi Béla, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület gyöngyösi kirendeltségének elnöke. Egyes kutatások szerint, ha a méhek kipusztulnának, csak 4 évvel élhetné túl ezt az emberiség. Ezért is van egyre nagyobb szerepe a vegyszermentes úgynevezett ökogazdálkodásnak. Csenge, aki szintén részt vett a mézes reggeliben, elmondta, ő inkább a teában szereti a folyós édességet. Nem annyira szeretem a mézes kenyeret, de azért meg lehet enni. A mézes reggeli másik célja többek közt az is, hogy a jó minőségű hazai méz belföldön maradjon, ezért is tartják fontosnak a kezdeményezők a méz népszerűsítését, és így a hazai fogyasztás bővülését. A Parafa úszóklubon belül úgy tűnik, egy újabb kiugró tehetség bontogatja szárnyait. Magda Boldizsár ugyan még csak 13 éves, de kiváló idő eredményeinek köszönhetően már a felnőtt magyar bajnokság mezőnyében versenyezhetett az 50 és 100 méteres gyorsúszás számokban. A Boldizsár unszolására beadtam a derekamat, és hát elmentünk erre a versenyre. Azért tudtunk elmenni a versenyre, mert ugye már megvolt neki a szintideje, és Boldizsár úgy gondolta, ha már ott van, akkor 2 országos csúcsot úszik. Ez igazából úgy történt, hogy nekem van velem egy idős ellenfelem, aki 25-ösbe az egész évben, és ő elment egy versenyre, ahol megúszta a 25 méteresben lévő korosztályos országos csúcsot, ami 25-11 lett, és először én azt hittem, hogy ez 50-esbe volt, aztán kiderült, hogy 25-ösbe, és így jött az ötlet, hogy megkérdezem Viktor bát, hogy el tudunk-e menni. Boldizsár jó eredményének köszönhetően már 13 évesen ott lehetett abban a 80 fős mezőnyben, ahol az indulók közül a legfiatalabb volt. 13 évesen ott tudott már lenni. 50 gyorsan úszott egy nagyon szenzációs országos csúcsot, több mint fél másodperccel javította meg az országos csúcsát, és nem csak a 2005-ösök között, hanem a 2004-esek egy évvel idősebbek között is ő tartja most már az országos csúcsot. Mellette még 100 gyorsan sikerült neki országos csúcsot javítani, ahol egy másodperccel több jobbat úszott, mint az előző országos csúcs. A csúcsokról azt tudni kell, hogy pár századdal szokták megjavítani, hát a Boldizsár egy kicsit rátett. Hogy látod, miért jött be ennyire a versenyzésed? Hát ezt én nem tudom. Igazából ez fele-fele, mert nem csak az én munkám, hanem nyilván az edzőnek a munkája is. És igen, egy picit föl lettem könnyítve, de ugyanannyit adtam bele, mint minden versenyem. A parafás fiatalok idén még egy alkalommal vízbe ugranak az országos cikluszáró versenyen Egerben, ahol Magda Boldizsár már saját korosztály előtt is szeretné megmutatni, milyen kiváló eredményekre képes a gyors úszás számaiban. Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Olyan nyugdíj előtakarékossági kötvényt szeretnének majd kibocsátani, amelyet kicsit kedvezőbb hozamokkal tudnak a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani, a járulékokat élvezni. A mostani nyugdíj előtakarékossági számla önkéntes nyugdíjpénztár és egyéb formák mellett lehetőségnek kell lennie arra is, hogy az államadósság kezelés részévé váljon az ilyen típusú előtakarékosság, tette hozzá. A gazdálkodó szervezetek január 1-től kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adó ügyeiket a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, mondta Kis Péter András, a NAV adószakmai szóvivője. A cégkapuval még nem rendelkező gazdálkodási szervezetek előtt 2 fontos feladat áll január 1-je előtt. Egyrészt regisztrálnia kell a céget annak képviselője, másrészt ki kell osztani a hozzáférési jogosultságokat a cégkapu intézőinek. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban.
átadták, megújult a tévétorony kilátó Kékestetőn. Gyöngyösváros szociális ügyéért ünnepelt a szakma. Gumicsere. Nagy rohamra számítanak a gumiszervizeknél. Önök a Gyöngyösi Híradót látták pénteken. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval jelentkezünk, hétfőn pedig újra friss hírekkel. A viszontlátásra!